Mennyit politizálsz? Azt nagyon szeretik, mikor politizálok. Azt imádják. De azért a te életedben nagy pálfordulás volt. Már hogy érted? Hát, hogy 2013-ban a bajnai rendezvényen Hungarocell Orbán Viktort rugdaltál, most pedig megváltozott a politikai véleményed a Fideszről és a miniszterelnökről? A miniszterelnökről, tehát ugye az X idős munkája alatt megláttam a skilljeit, érted? Azt nem azt mondom, hogy nem éri kritika, vagy nem érhetné kritika, vagy adott esetben nem lehetne tágítani azt, amit csinál, vagy ne lehetne hozzá adalékokat tenni, hogy az mondjuk még tágabb társadalmi rétegek számára működőképes legyen. De azt kell mondanom, hogy tehát a készségei, a tehetsége, meg az egész politikai szférán belüli működés, az páratlan többiekéhez képest. Arra visszatérve, amit mondasz, hogy pálfordulás, nem, itt inkább azon, hogy én megnéztem azt, hogy miről szól a politika. És ugye volt alkalma megtapasztalni ezt közvetlen közelről. De miért akartál belefolyni a politikába? Nem akartam én belefolyni. De belefolytál. Azért, hát a Milla alternatív köztársasági elnök megjelölt. Megtalált a dolog. Tehát most nem mondok nemet, ha valami megtalál, meg az akkori, tehát az akkori temperamentumomnak, meg a egyáltalán világlátásomnak az feküdt, hogy ebben részt vegyek. Csak ugye meg kellett látnom azt, de miért volt jó neked Hungarocell szobrot rugdalni? Tehát, hogy mit gondolt, hogy ez a mit érsz el, hogy ez egy brahi volt a része? Na, hogyha közvetlen aktusra vagy kíváncsi, az egy ilyen pillanatszülte történés volt, tehát egy tök ilyen reflex. Jött, mintha egy labda jönne felé. Na most nekem még sikerült összetenni azt is a fejembe, hogy a kedvenc sport, a foci, tudod, meg ilyen asszociációk lezajlottak benne. De akkor nekem nagyon nem tetszett az a fajta koncentráció, hogy elindult az egész kormányzás. Meg egy rapper az progresszív, forradalmár, az egy gerilla, érted? Hát ez erről szól ez a műfaj. Tehát mindig kritikával élni kell. Most is tudok kritikát megfogalmazni. De ezt mondom, tehát azért, amikor mondják, hogy ez propaganda, nem propaganda. Nézek egy játékteret, és megnézem, hogy ki hogy játszik. Azért nem is lehet szidni egyiknek igazán a másikat, mert egyik feltétele a másik. Ez egy dualista játék, egymás nélkül nincsenek, érted? Mindig kell egy ellenfél, kell egy vetétárs, mert nem működik ez a tánc. De ez egy tánc, amiben mindenki belemegy. Ez amikor bemegyek boxolni, én nem sértődhetek meg, mert te boxolsz és megütsz. Érted? És ha én leülök egy box meccset nézni, és azt mondom, hogy X ember boxol X-el, és én ennek drukkolok, de a másik sokkal jobb, akkor most azt hazudom, hogy nem jobb, érted? De most ráadásul én bennem már szurkolás sincs, mert olyan bizonyos buddhista szempontból nézem ezt. Tehát ez egy érző lények versengését nézem egy bizonyos játéktéren belül, és azt látom, hogy mennyivel ügyesebb. Most, hogy a világ folyamatokat nézem, és látom, hogy milyen tendenciák zajlanak, már azt sem tudom mondani, hogy úgy szimpatizálok azzal, amit csinál. Érted? Mert sok szempontból egyet tudok érteni bizonyos dolgokkal. Ez a kormánypárti szimpátia az életedben mikor jött? Ugye 3 évig jártál bíróságra. Aha. Az idő alatt alakult ki? Tehát abban az időben te már nem tudtad objektíven figyelni a politikát? Azt tudod? Meg ilyen hülyeségeket. De hogy is, le se szartam, nem féltem én semmitől. De abban az időben te tudtad objektíven figyelni a politikát? Uh-huh. És objektív véleményt megfogalmazni? Onnan már valamikor igen, úgy a vége felé. De különben ez is a buddhizmussal jött. Tehát, hogy nem érzelmileg közelítek ezt.